2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futsalbajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 7 gárda lépett pályára hétfő esténként. Vaka Árpád megyei igazgató szerint a létszám csökkenésével kiegyenlítettebb lett a mezőny. Nagyon sok kiegyensúlyozott mérkőzés volt, most nem voltak meg azok a hatalmas különbségek, illetve ritkán volt hatalmas különbség csapatok között, talán egy csapat lógott ki egy kicsit, de a többiek nagyon szoros mérkőzést játszottak. Jól mutatja, hogy ha valaki elkezdi böngészni az adatbankot, a labdarúgó szövetség adatbankját, akkor láthat olyan meccseket, hogy 9-9, 8-9, 6-7, 7-5, 11-10, tehát nagyon-nagyon szoros mérkőzések és sógolos mérkőzések voltak, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy közönség szórakoztató találkozókat játszottak, és ahogy észrevettük, azért a csapatok is várták és örültek ennek a lehetőségnek, hogy ismét elindítottuk a megyei bajnokságot. Az Újfehértó megvédte bajnoki címét, és mivel a feltételek adottak a magasabb osztályú szerepléshez is, elképzelhető, hogy ősztől az NB2-ben szerepel majd a csapat. Nekünk egy nagyon-nagyon szép csarnokunk van, szerintem a megye egyik legszebb csarnoka. A feltételek nagyon adottak. Most az idén kaptunk egy eredményjelző támlát, amit a minisztériumtól kaptunk, az is megkönnyítette a helyzetünket, nekünk teljesen adott minden. Utánpótlásunk rengeteg lenne, hát adott a feladat, hogy elgondolkozzunk az NB2-n. A megyei első osztályú szakon játékosaira épülő bronzérmes nagycserkesz edzője szerint a kispályás foci pozitív hatása van a nagypályán mutatott teljesítményre is. Én az edzővel egyeztetve, Hók Bélával folyamatosan konzultálva beszéltük ezeket a dolgokat. Ő örült neki, hogy a fiúk futszáloznak, és tényleg sokat fejlődtek. Az összjátékban, a kombinatív játékban szerintem sokat elfejlődni a futszába. A bajnokság gólkirálya a nagycserkeszi Madzin István lett 27 góllal, a Fair Play díjat pedig a Tarpa SC csapata kapta.